Nos, készen is vagyunk az első oldallal, ilyenkor megfordítjuk a kockát, úgyhogy a kész oldal legyen lefelé, és nekiállunk a második sornak, tehát ezt a négy darabot fogjuk a helyére rakni. Nos, a kocka tetején a sárga szín lesz, mivel a közepe sárga, tehát a második sorban semmiképpen sem lehet sárga szín. Tehát a kocka tetején a legfelső sorban keresünk olyan darabokat, amikben nincsen sárga. Itt van is egy. Ez egy kék-piros darab. Itt velünk szemben van a kék szín, úgyhogy ezt a kék színt forgatom be a kék oldalhoz, hogy a kék színek egyezzenek, és jön a következő algoritmus, ez lesz talán a leghosszabb 8 lépés, nem kell megijedni, azért meg lehet tanulni. Ez a darab, tehát kék-piros, tehát ez a darab jobb oldalra kell, hogy kerüljön, következik a jobbos algoritmus, megfogjuk így a kockát, hogy a kék oldal legyen velünk szembe, és következő az algoritmus. Fel, jobb, fel-vissza, jobb-vissza, fel-vissza, szembe-vissza, fel, és szembe, és a darab a helyére került, anélkül, hogy alul bármit elrontottunk volna. Így van a jobbos algoritmus, írjátok le, gondoljátok, menj, 8 lépés, de jó lett. Helyre került az előző darab, most pedig mutatnék egy balos algoritmust is. Itt a következő darab, amiben nincsen sárga, zöld-piros. Zöld-piros, úgyhogy egy darab ide kerül. Ide fordítom a zöld szint a zöld középhez, és akkor következik a balos algoritmus. Megfogjuk így a kockát megint, és fel-vissza, bal-vissza, fel, bal, fel, szembe, fel-vissza, szembe-vissza, és a helyre került a darab, alul eddig minden oké. Okay. Készen is vagyunk a második sorral, ezzel a két algoritmussal meg is lehetett oldani. És ha kész vagyunk a második sorral, akkor a kocka tetején a következő helyzetek állhatnak elő. A sárga keresztből vagy csak a közepe van a helyén, vagy egy L betű, vagy egy vonal, ami állhat így is, vagy pedig maga a kereszt. A cél az, hogy a kereszthez jussunk. És direkt úgy állítottam be a kockát, hogy a legrosszabb esetben legyen, azaz csak a pont van a helyén. Ilyenkor mindegy, hogy fogjuk meg a kockát, a következő algoritmust csináljuk. Szembe, jobb, fel, jobb vissza, fel vissza, szembe vissza. Megvan az L betűnk, így fogjuk meg a kockát, hogy így álljon az L betű, tehát fordítva, azaz tükrözve. Megcsináljuk még egyszer ezt az algoritmust. Szembe, jobb, fel, jobb vissza, fel vissza, szembe vissza. Megvan a vonalunk, úgy fogjuk meg a kockát, hogy vízszintes legyen. Foghatjuk így is, vagy így is, teljesen mindegy. És akkor szembe, jobb, fel, jobb vissza, fel vissza, szembe vissza. Meg is van a keresztünk. Megvan a kereszt, és teljesen mindegy, hogy hogy áll, egy dolgot mindenképp meg tudunk csinálni, úgy befordítani a kocka tetejét, hogy a kereszt színei minimum két helyen egyezzenek. Tehát itt is van, sárga, piros és sárga, zöld. És ez a két szín általában pont egymás mellett is van, azaz így. Ilyenkor ezt a két sor, illetve közepet kell majd kicserélnünk következő algoritmussal. Megfogjuk a kockát úgy, hogy az egyik egyező szín a jobb kezünknél, a másik pedig hátul legyen. Az algoritmus pedig így hangzik. Jobb, fel, jobb, vissza, fel, jobb, fel, jobb, vissza, és még egy fel, hogy mindenhol egyezzenek a színek. Helyre raktuk a kereszt mind a négy színét. Most már tényleg csak pár lépés maradt hátra. Ez a négy sarok. És ha megvan a kereszt, és mind a négy színes stimmel, akkor a következőt csináljuk, keresünk itt egy olyan sarkot, ami a helyén van, nem kell, hogy a színe is feltétlenül egyezzenek, lényeg, hogy a helyén legyen. Itt lesz az narancssárga, sárga, zöld, narancssárga, sárga, zöld, ez a helyén van. A maradék három sarkot fogjuk cserélgetni addig, amíg azok is a helyükre nem kerülnek, ezt legfeljebb kétszer csináljuk meg. Ha többször kell megcsinálni, akkor valószínű, hogy valamelyik darab rosszul van a helyén. Úgy fogjuk meg a kockát, hogy
a helyén lévő sarok a jobb alsó sarokba legyen, és az algoritmus pedig a következő: fel, jobb, fel vissza, bal vissza, fel, jobb vissza, fel vissza, bal. Még mindig meg kell, úgy tűnik, egyszer csinálni, tehát még egyszer, két sarok a jobb alsó sarokban, és fel, jobb, fel vissza, bal vissza, fel, jobb vissza, fel vissza, bal. Megcsináltuk kétszer, és most már az összes sarok a helyén van, színeik viszont még nem egyeznek. Mind a négy sarok a helyére került, a legeslegutolsó lépés következik. Ha már kicseréltük a sarkokat jó párszor, akkor előfordulhat az, hogy valamelyik véletlenül megoldja magát, tehát a színei is végül a helyére kerülnek. Jelen esetben ez nem így néz ki, úgyhogy helyére fogjuk forgatni az összes sarok színeit a következő algoritmussal. Ilyenkor teljesen mindegy, hogy fogjuk meg a kockát, mivel egyik sarok színei sincsenek megoldva, az algoritmus a következő: jobb vissza, alja vissza, jobb, alja. Ezt addig csinálgatjuk, amíg végül felülre nem kerül a sárga szín. Jobb vissza, alja vissza, jobb, alja. Helyére került a sárga szín, befejeztük az algoritmust, ez nagyon fontos, és most fordítunk egyet a tetején, és folytatjuk: jobb vissza, alja vissza, jobb, alja, jobb vissza, alja vissza, jobb, alja. Ő is a helyére került. Fordítunk egyet a tetején, és csináljuk tovább. Jobb vissza, alja vissza, jobb, alja, jobb vissza, alja vissza, jobb, alja. Ő is a helyre került, és végül már csak az utolsó sarok maradt. Fordítunk megint egyet a tetején, és csináljuk tovább. Jobb vissza, alja vissza, jobb, alja, jobb vissza, alja vissza, jobb, alja. Egy, kettő, három, négy. Egyetlen fordítás, és kész a kocka. És aki nem bírta volna megjegyezni, annak itt az algoritmus. Hát tulajdonképpen ennyi is volt a kocka kirakása. Szeretném megköszönni az Orbitó srácnak, aki operatőrködött, és neked, hogy végignéztél ezt a videót. Köszönöm.